Ha szilveszter, akkor tűzijáték és petárdázás. Régi hagyomány már az új év búcsúztatás e formája. Ám arról sokan megfeledkeznek, hogy az állatok ilyenkor mit élnek át, mennyire megijednek a pirotechnikai eszközök erős hang- és fényhatásaitól. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 kilométert is képesek megtenni. A kutyák különbözőképpen reagálnak a petárdázásra. Van, amelyik elbújik a gazda mögé, van, amelyik bebújik a pincébe, az egérjukba is legszívesebben elbújna, van, amelyik meg világgá szalad. Érdemes nyugodt körülményeket biztosítani a kutyáknak, ez alatt nem csak a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet érti a szakember, hanem a gazdák magatartását. A legjobb figyelmen kívül hagyni az állatok félelmi reakcióit, mondja a szakember. Mert hogyha ráfigyelünk, vigasztalgatjuk, simogatjuk, akkor ezzel megerősítjük ezt a viselkedést. Egyes kutyáknál hasznos a vigasztalás, az azonnal látszik, hogyha ő megnyugszik, akkor érdemes vigasztalni, de legtöbb esetben nem. Az állatorvos azt tanácsolja házi állat tulajdonosoknak, hogy tegyenek elérhetőségüket tartalmazó bilétás nyakörvet az állatokra, a mikrochip pedig szintén jó, ha van az állatban, mert ha a kutyát, macskát megtalálja valaki, értesíteni tudja a tulajdonost. Ha pedig nagyon félős a házi kedvenc, akkor érdemes az állatorvos által ajánlott nyugtatószerről is gondoskodni. Tatán, Miskolcon, Esztergomban és Szentendrén egyébként elmarad az önkormányzati tűzijátékozás az állatok védelme érdekében.